nagyon, de nagyon féltem ettől a vakcinától, mert úgy gondoltam, hogy ez valami olyan dolog lesz, ami engem Istentől elválaszt, ami a Bibliában meg van írva, a sátán pecsétje. Aztán egyszer csak egy szép napon betört a mi kis falunkba ez a vírus, és végignézni azt, hogy családok mentek tönkre egyik napról a másikra, hogy enniük nem volt mit. Be voltak zárva. Volt olyan, hogy egyszerre 100 fő is karanténban volt Olaszliszkán. Szinte minden harmadik, negyedik háznál kint volt a papír. Rengeteg éhező emberek fogtak össze, és kinéztek 3-4 családot maguknak, és úgy vittek nekik, szatyrostól bevásároltak, úgy vittek nekik enni. Amikor már kifogyott a végleg a kasszájuk, akkor már mindenki saját zsebéből próbálta segíteni ezeket a családokat. Tehát ezt le kell szögezni, hogy én ezt a vírust én eleinte teljes hazugságnak gondoltam. Mindaddig, amíg ide Olasziszkára be nem tört ez a vírus. Média oldalakra kiírtam, hogy valaki jelezzen már vissza nekem, hogy volt-e benne ismerőse, rokona, vagy bárkije, csak hogy teljesen kétségbe voltam. Én nem akartam ezt az oltást, tehát kutakodtam ezután a dolog után, hogy egyáltalán létezik ez a vírus. Na de aztán a kicsi falumat sem hagyta ki, és akkor már kezdtem nagyon, de nagyon megijedni és elgondolkozni, amikor már két ember is meghalt, mind a kettő rokonom, és az egyik már az eleve itthon az otthonában kómába esett, tehát nem lehet semmire fogni, hogy ne tárosszul kezelték volna a kórházba, hanem ő már itthon kómába esett. De még mindig nem akartam elfogadni ezt a vakcinát, mindaddig. Tehát érdeklődtem hívő testvérektől, hogy ti hogy fogtok tenni, aztán egyiktől hallottam, hogy nem, a másik igen, beoltatja magát, és akkor a lelkészek is elkezdtek támadni, hogy ez nem az is, tehát nem az a dolog, amitől én annyira félek, ez biztos, hogy nem a sátán pecsétje lesz. És akkor hosszú gondolkodás után úgy döntöttem, hogy a legbölcsebb emberhez fordulok, akit valaha ismertem, és hála Istennek a gyülekezetünkben van, Szabó Dani bácsi. Ő volt az az ember, akinek teljes mértékig meggyőzött arról, hogy ez az oltás, ez nem egy rossz dolog. És én csak annyit tudok nektek mondani, hogy tehát az igazságot sem hallgatom el előletek. Amikor én ezt a vakcinát megkaptam 9-én, most, ebben a hónapban, áprilisban, rá 3 napra délután rám jött egy ilyen fulladásszerű köhögés. Nagyon megijedtem, hogy ez a vakcinától van. És ez 3 napig annyira ment, hogy össze is hánytam magamat. Annyira késztetett ez a köhögés éjszaka is, nappal is. És akkor felhívtam a doktornőmet, hogy létezik-e ilyen, hogy ettől a vakcinától, ő azt mondta, hogy nem, az aszmám jött elő. De én úgy gondolom, és nem is akarom a doktornőmet felülbírálni, hogy valószínű, hogy ez a lekicsinyített vírus valamit azért csak megmozgatott nálam. De tudjátok, hogy bele sem merek abba gondolni, hogyha egy ilyen pici, lekicsinyített vírus 3 napra ilyen szenvedést okozott nekem, akkor mi van akkor, ha én ezt élesbe elkapom? Hát ebbe szörnyű belegondolni. Úgyhogy egyáltalán nem bántam meg, hogy beoltottam magamat, nem voltam lázas, nem voltam levert, nem voltak izomfájdalmaim, közérzetem sem mondhatom, hogy rossz volt. Ami történt, amit most el is mondtam nektek, hogy ez a 3 napos rohamos köhögés, azok kívül sem, tehát megszűnt, nincs semmi problémám, a párom is beoltatta magát. Én arra buzdítok mindenkit, pláne aki tartós beteg, beteges, hogy oltassátok be magatokat. Minden
jobb, mindegyik oltás jobb, tehát a vakcinák között ték válogatásotok, nem tudom, minden jobb, mint ez a betegség. És mindaddig nem hittem ennek a dolognak, amíg az én kicsi falumat el nem érte, és két bátyám meg nem halt benne. Ne várjátok meg ezt, hogy ti közülötök is valaki ez miatt, a betegség miatt elmenjen az élők sorába. Tehát én arra buzdítalak titeket, hogy ne féljetek tőle, nincs semmi gond, legyetek bátrak és erősek, és ne tartsatok attól, hogy netán ez az a dolog, amit a Biblia leír nekünk. Azt világosan fogjuk tudni, hogy most ez az a dolog, mert ott van a Bibliában az, hogy jobb kezükbe és homlokukra, és nem úgy van leírva, hogy bárhova, mert kérdezték tőlem, és hogy hova kérem, és azt mondtam, hogy nem a jobban, a balba szeretném. Tehát kérlek titeket, hogy oltakozzatok, regisztráljatok. Áldjon meg titeket a Jóisten, és kívánok mindannyiunknak, nektek is erőt, kitartást ebben a nehéz időben. Áldás, békesség nektek. Sziasztok!